1947-ben járunk, amikor is Magyarország aláírja a békeszerződést a nagyhatalmakkal Párizsban. A megállapodás visszaállítja az ország 1938 előtti határait. Magyarország köteles 300 millió dollárt fizetni az általa okozott károkért a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának. A békeszerződés lehetővé teszi, hogy a Szovjetunió csapatokat tarthasson Magyarországon. Nyár elején George Marshall, amerikai külügyminiszter, gazdasági segélyprogramot ajánl Európának. A Szovjetunió nem fogadja el az amerikai segítséget, és nekünk sincs kedvünk élni az amerikai élelmiszer, nyersanyag, hitel és szabadalom felajánlással. A Szovjetunióban még mindig sok állampolgárunk raboskodik. Nyár végén előrehozott választásokat tart az ország, ahol a kommunista párt vándorszavazói segítségével győzelmet arat. Egy választásra buzdító felhívás a Népszavából turistáknak, kirándulóknak. Előbb menj szavazni, azután indulj csak túrára. Ne hagyd estére a szavazást, hát ha nem férsz fel a hévre. Ha az 1947-es választásokról több információt szeretne kapni, ezt a honlapot javasoljuk. Rég nem látott hómennyiség hullott a fővárosra. Utcák, terek, házak, fák roskadoznak a makacsú szaporodó hótömegtől. Szinte mesebeli fehérségben úszik minden. Alkalmi csúszkálók és sípályák keletkeznek, amelyeken az ifjúság boldogan hódol a téli örömeinek. De a szemnek oly szép téli világ óriási feladatokat ró a fővárosra. Légiónyi hólapátoló indul naponta az utcára, hogy a közlekedés útjából eltakarítsák a hótorlaszokat. Ember, állat, gép alaposan kiveszi részét a hó leküzdésében. Az ifjúság persze mit se lát ebből. Önfeledten adják át magukat a hógolyózás izgalmainak. Komoly hólabda csaták dúlnak város szerte a tereken. És a vidám csatározásokban nem egyszer érvényesül a többet ésszel, mint erővel elve. Rendkívüli apparátussal dolgozik a hó eltakarításon a Beszkárt. Éjfél után sem csinál üzemzárlatot, hanem a villamoskocsik minden vonalon egész éjjel éjféltől hajnalig közlekednek, nehogy a sineket betemesse a hó, illetőleg rájuk fagyjon a jég. Az éjfél utáni órákban persze nem hármas vagy kettes, hanem csak egyes szerelvények járnak, de ezek épp úgy megállnak a megállóhelyeken, mint a nappali órákban, és felveszik a szorványosan várakozó utasokat. A II. Világháború nyomai még mindig megtalálhatóak Budán és Pesten is. Gránátok, aknák és egyéb fel nem robbant lövedékek hevernek szanaszét a fővárosban. A romeltakarítás továbbra is nagy lelkesültséggel folyik. Az újjáépülő Budapest egyik legjobban elhanyagolt része a budai vár volt. Most itt is megkezdődött a romok eltakarítása. A munkálatok közben kiderült, hogy a lehullott vakolat alatt régi, múzeális értékű műtárgyak, épületrészek húzódnak meg. Kedden a vérmező környékén dolgoztak a tűzszerészek. A környező utcák lakosai figyelmeztetést kaptak, hogy a robbantások 12 órakor kezdődnek, és mindenki tartsa nyitva az ablakot, nehogy a légnyomás kárt okozzon. Pénteken azonban szomorúbb események színhelye volt a Sánc és az Orom utca környéke. A környék lakosai itt már nem kaptak figyelmeztetést. A nagy kaliberű gránátok felrobbantása óriási légnyomást okozott, úgyhogy e két utcában az ablakok közül alig egy pár maradt éppen. Hogy ez mit jelent a harmadik hideghullám 15-20 fokos dermedt hidegségében, arra kár szót veszteget. Itt a tavasz. Rügyeznek a fák és bokrok. Az üvegházak téli homályát napfény tölti meg. A ház apraját nagyját áthatja a tavasz tevékenységre ösztökélő melege. Kerteket, a földeket serén dolgos kezek símogatják. Agymák és palánták kerülnek a földbe.
Ma még palánta, holnap színes virág. És kikerülnek a levegőre a kis emberpalánták is, hogy sápat arcukat pirosra csókolja a nap. Aztán megjött az olvadás, csak nem éppen úgy, ahogyan azt mi elképzeltük. Napsütés helyett ónos eső, az utak latyakosak, csúszósak. A legveszedelmesebb az árvízveszély. Komáromnál található a kritikus pont, ahol a felrobbantott vasúti híd roncsai miatt torlódik a jég. Budapest árvízveszélyének elhárításáért szakadatlanul folynak a Duna jegének robbantásai. Tűzszerész katonák életük veszélyeztetésével végzik nehéz munkájukat. Tervszerű robbantásokkal igyekeznek az összetorlódott jégtől megszabadítani a Duna medrét. Az én cipőmben persze már most árvíz van, ami nem is csoda, hiszen lyukas. Meg kellene talpaltatni. Egyelőre nincs remény erre, mondja Kovács bácsi a suszter. Mi kisiparosok egy hónapra nem egész 2 kiló talpat kapunk, ebből legfeljebb néhány talpalásra telik. Így hát a dolgozók nem tehetnek más, mint szidják a nedves időt, ha meg sikerül talpaltatniuk, akkor engem szidnak, mert a cipőjük beázik. Pedig nem bennem, hanem a minőségben van a hiba. Háború után a magyar cipészipar nyersanyag hiány nehezen tudott régi híréhez méltó minőségi árut készíteni. Ma már gyökeresen megváltozott a helyzet. Ez a kiállítás döntő bizonyság amellett, hogy a magyar cipőkészítés újra elérte békebeli színvonalát. Férfi, női, gyermekcipők, szandálok nagyszerű galériája ez, amely a fővárosi cipészkisiparosok minden rétegét érvényesüléshez juttatja. Vajon melyiket válassza? Az árvízveszélyről vagy a suszterek problémáiról szeretnének tájékozódni, mert a 47-es árvízről itt megtehetik. Kisfaludi Strobl Zsigmond kiváló szobrászművészünk az Öntőde udvarán megtekinti új hatalmas alkotásának próba összeállítását, amely Budapest legmonumentálisabb és legművészibb emlékműve lesz. A Gellért-hegyen égnek emelkedő állványok mögött a főváros lakossága inkább csak sejti, mint tudja, hogy a szovjet hadsereg már hónapok óta építi a 35 méter magasságú szabadságszobrot. A munkálatokat Nikolajcsuk ezredes vezeti, és neki köszönhető, hogy a hatalmas mű nem sokára befejezést nyer. A kész kőtalapzatra most vontatják fel 120 mázsa bronzból öntött szobor részeit. Lassan egymásba illeszkednek az egyes darabok, melyeket belülről összecsavaroznak. Itt száll magasba a szobor feje. Nagyságára jellemző, hogy belsejében több munkás kényelmesen elfér. Már az óriási pálmaágat cizelláját. Rövidesen a közönség gyönyörködhet a legnagyszerűbb műalkotásban. A 80-as években emlékezetem szerint hívták halasasszonynak is. Messziről a pálmaágat, mintha egy ilyen nagy méretes halnak lehetne látni.
és ugye a partra vetett halat feltartó nő a 80-as évek állapotait tükrözve, mintha azt üzente volna, ez szerint a folklór szerint, hogy kint vagyunk a vízből. 1947-ben állították fel a felszabadulás ünnepén. Vorosilov marsall volt az, aki megrendelte a szobrot már 1945-ben. Tehát ő intézkedett, mint a megszálló szovjet csapatok főparancsnoka, hogy készüljön el egy ilyen szobor, és eredetileg a felszabadulásért, illetve hát a szovjet megszállásért eleső szovjet hősöknek az emlékműve lett volna. 1945-ben született a kormányrendelet, és eredetileg a horvát kertben szerették volna ezt a szobrot fölállítani, egy ilyen 8-10 méteres változatban. Aztán Vorosilov marsall, mint nagy tervező, intézkedett, hogy a Gellért hegy tetejére kerüljön a szobor, és legyen a talapzatával együtt 40 méter magas. Tulajdonképpen a szobor az nem a szabadság szobraként készült, hanem a megszállók, mondjuk így, hogy szimbolikus területfoglaló jelképeként keletkezett, így lehet értelmezni. Az egy másik kérdés, hogy magát a megszállást, ugye felszabadulásnak értelmezték, és ennek következtében vált ő, ugye a létező szocializmus, ma úgy mondjuk, hogy kommunizmus jelképévé. A jó tejhamisító hajnalban kell. A teljes kannákban, befőttes üvegekben, benzintartályokban már útra készen áll a vizes tej, vagy ha így jobban tetszik, a teljes víz. Felül a vonatra vagy a hévre, ügyesen átsiklik a vámhatáron, átszáll egy villamosra, és benn a városban, az utcán, a kapu alatt vagy a vásárcsarnokban jó áron eladja a valódi friss falusi tejet. Nem mindig megy ilyen simán a dolog. A főváros mintavételi központjának tisztviselői is koránkelő emberek. Ott állnak a Pesterzsébeti állomáson, a Boráros téren, az Üllői úton, a Körút sarkán, és elcsípik a vödrös kannás jövevényeket. Az őrhely gyakran változik, mert a hamisítók hamar megneszelik és továbbadják a veszélyes pontokat. Nem az a baj, hogy tejet hoznak, hanem a tej minősége körül van a hiba. Persze ők rossz néven veszik, ha elkobozzák tőlük a vizezett tejet, és a szabadság sárba tiprásáról papolnak. Hát igen, itt a tavasz. Beszéljünk a szabadságról. A fogsáni tábor hazainduló hadifoglyait rendes ruhával, bőséges élelemmel látják el. A szabadulók jó hangulatban, de türelmetlenül várják az indulást. A foglyokat csak egészségesen bocsátják el, és útközben a vonat katonai és egészségügyi parancsnoka felelős azért, hogy ez az állapot ne változhasson. Ha bebizonyosodik, mondja Levicki őrnagy, hogy a fogoly útközben a mi közegeink hibájából betegszik meg, vagy nem részesül kellő ellátásban, az illetőt személyében vonjuk felelősségre, és hadbíróság elé állítjuk. Milyen volt leszállni Debrecenben a vonatról? Hát a vonat magyar feliratok. Igen. Na de hát az egy megint egy óriási csalódás volt, mert mi azt hittük, hogy beülünk egy kényelmes kupés vonatba. Hát kimentünk, és bizony ott jó, hát de magyar tisztaság, meg magyar padok, meg magyar székek benne. De vagonba jöttünk haza Budapestig. Na, megjöttünk Pestre, és ott volt a másik nem tragédia, mert természetes volt abban a helyzetben, hogy megrohanták a nyitott vagonokat, mert ugye kinyitottuk az ajtókat, és mindenki ott lógott az ajtóba, hogy nézzük, hogy nem ismerjük fel a hozzátartozókat. És megrohantak bennünket az a sok szerencsétlen, több ezer ember, akik kiabálták a neveket, táblákban fönn voltak téve a nevek, fotók voltak, nagy fotók, ilyen táblákra felragasztva, hogy nem keresnék a hozzátartozóit, akik évek óta semmi hír nem jött. Hazaértünk, és akkor kezdődött ugye ez az egész, hogy egy más világba jöttünk haza, semmi nem úgy volt, amit itt hagytunk. Minden más volt. Máshogy szólították az emberek egymást. Igen, szóval ez itt abba belenőttek az alatt a 3 év alatt.
Mert ugye ez azért elkezdett, ahogy a ávonnak vége volt, elkezdődött egy új rendszernek a kiépítése. Jöttek és már a harmadik évben jöttek az elvtársak. Ugye a harmadik éve tartott. Itt már berögzött új rendszer volt. És hogy lehetett ebbe beilleszkedni? Hát borzasztó nehezen. Nagyon nehezen. Hidd el nekem, hogy nagyon nehezen. Arról nem beszélve, hogy akárkikkel találkoztunk, nem mertek kérdezni, átintegettek a barátaim az út másik oldaláról, át se jöttek, sőt, még azt is vettem észre, hogy mikor látták, hogy én jövök, akkor átmentek a másik oldalra. Szóval ezekkel mind meg kellett harcolni, nap mint nap, tudomásul venni, és bele kellett illeszkedni ebbe az új világba. A debreceni pályaudvara most már úgy szólván naponta érkeznek hadifogolyvonatok. Ezúttal 1510-en érkeznek, közöttük tisztek, polgári személyek és munkaszolgálatosok. A pályaudvart ellepte a várakozók serege, akik az egész ország szeretetét viszik hazatérő fiaink elé. Évekig távol levő hadifoglyokat egy új ország felszabadult népe öleli szívére. Rákosi Mátyás miniszterelnök helyettes üdvözli az érkezőket. Mint volt hadifogoly, ő is tudja, mit jelent a foglyok sorsa a táborokban, és az elhagyatott hozzátartozóké itthon. Azon leszünk, hogy mielőbb visszavezessünk benneteket a rendes, munkás, családi életbe. Ha a magyar hadifoglyok sorsáról többet szeretne megtudni, ezt a honlapot tekintse át. Mikor megérkezett a bécsi gyors, vagy legyünk szerényebbek, a tatabányai személy a keleti pályaudvarra, az érkezési oldalra kisétáló utas a taxidrosznál nagy valószínűséggel egy ilyen Renault Zsuvákátra autót láthatott 1947 őszén. Ezt az autót 1937-ben kezdték gyártani Franciaországban, akkor még kétajtós karosszériával. Amikor a háború után újraindultak a gyártósorok, már négy ajtót szereltek a tiszta acéllemez karosszériára. Ezeket a kocsikat a Magyar Országos Gépjárműüzemeltetési Részvénytársaság hozta be Magyarországra, több mint 200 darabot. Elsősorban taxi célokra, ugyanis a Mogürtnek volt egy taxivállalkozása is. A többi autót vállalatok, állami szervezetek használták, illetve gépjármű oktatás céljára is bevetettek belőlük. A kocsikat, amelyek barna, zöld, sárga és fekete színben érkeztek, azonnal taxiként használták, egyetlen változtatás volt csak, piros és fehér kockákból álló csíkot ragasztottak ide az ajtó felső peremére. Még taxióra sem jutott mindegyikre, és ezekben az esetekben a sofőr egyszerűen a kilométerórát olvasta le, ebből persze jó néhány vita is adódott. Valószínűleg nagyon olcsón adták ezeket a kocsikat a franciák, vagy pedig egyszerűen kevés volt a piacon a megvásárolható autó, ezért kerülhetett sor egy Renault Zsuvákát kocsi taxiként való használatára. Mint láthatjuk, nem igazán alkalmas taxinak a Renault Zsuvákát. Amikor a sofőr beült, esetleg télen sofőrbundával, nehezen tudom elképzelni, hogy hogyan sikerült a produkció. Meglehetősen szűk a tér, a fejem beleér a tetőbe, és hát a könyököm is az ajtót veri állandóan. A kormány közel van, és a lábaim pedig elérik. Amikor az utas beszállt a taxisofőr mellé, akkor hamar közeli kapcsolatba kerültek, hiszen nem tudták elkerülni, hogy a válluk könyökük összeérjen, főleg a 50-es években Magyarországra jellemző rossz utakon. Aki utasként érkezett a Renault Zsuvákáthoz, meglehetősen szűk helyet talált, a térdeknek alig maradt hely, és a hátsó ülésen ugyan papíron hárman is ülhettek, de a valóságban ez nagyon nehézkesen lehetséges.
Ennek az autónak már volt csomagtartója, ezt csak azért emelem ki, mert a háború előtti típuson még nem volt. Ez a csomagtartó azonban meglehetősen jelképes. Hogyha a taxisofőr egy olyan utassal találkozott, aki bőröndöket hozott magával, nem sok reménye volt, hogy bepakoljon mindent. Egy bőrönd befér, hát a kézitáska már nehezen. Úgyhogy ne is kísérletezzünk vele, inkább csináljuk azt, amit egykoron a taxisofőrök csináltak, a Renault taxisofőrök. Ők egyszerűen föltették a tetőre a taxivállalatnál készített csomagtartóra. Korának jellegzetes kiskocsija volt a Renault Zsuvákát. Motorja 4 hengeres oldal szerepelt, mindössze 1000 köbcentiméteres, és a teljesítmény sem túlzott, 24 lóerő. Persze volt ennek a dolognak jó oldala is, a fogyasztás mindössze 8 liter. Ennek azért van jelentősége, mert 1947. november 1-én Magyarországon ismét bevezették a benzinjegyet. Egy-egy autó tulajdonosa 6-800 kilométerre elegendő üzemanyagot vásárolhatott. Budapesten elindult az első hetes busz. A járat üzembe helyezése néhány hetet csúszott, mivel ehhez minimálisan 6 autóbuszra lett volna szükség, a javítók azonban január 1-ig mindössze 3-at szállítottak le, és közölték, hogy a további 3 autóbusz helyreállításához előreláthatólag még 2 hétre van szükség. A háborús pusztítás nem kímélte meg a Beszkárt autóbusz parkját sem. Roncsá lett autóbuszokat újjáépítés céljából a javítóüzembe vontatják. Ahhoz, hogy a megrongált részekhez hozzáférhessenek, szét kell az autóbusz kocsiszekrényét és alvázát szerelni. A törött részeket a heggesztőműhelyben összeforrasztják. Illetőleg a kovács műhelyben újakat kovácsolnak. Különös gondot fordítanak a kormánymű összeszerelésére. Amikor hosszas előkészületek után végre megindult a Rákóczi úton a hetes autóbusz, mindenki azt remélte, hogy lényegesen megjavulnak Zugló közlekedési viszonyai. Az állandóan zsúfolt 44-es villamost tehermentesíteni fogja a hetes. Az autóbuszhoz fűzött remények azonban nem váltak be. A hetes nem teljesíti feladatát. Olyan időközökben járatják, mintha nem is Budapest legforgalmasabb útvonalán, hanem valahol egy hegyvidéki mellékvonalon közlekedne. Nem egyszer tanulói vagyunk a látványnak, hogy a Nemzeti Színháznál egész tömeg vár a hetesre, várnak türelmesen 5 percig, 8 percig, aztán megunják, és felkapaszkodnak egy zsúfolt 44-esre, és inkább azon lógják végig az utat, mint hogy várakozással töltsék az autóbusz megállónál. Így aztán előállott az a helyzet, hogy jár ugyanaz autóbusz a Rákóczi úton, de a villamost egyáltalán nem tehermentesíti. Kocsiai pedig úgyszólván üresen futnak, mert a közönség nem győz rá várni. Olyan látványnak is tanúi voltunk, hogy a Hungária úti végállomásnál többen felszálltak a buszra, ültek és vártak, a kocsi azonban csak nem akart elindulni. Fogták hát magukat, leszálltak, és felkapaszkodtak egy villamosra. A közlekedéssel tehát még mindig akadnak gondok, de talán még ennél is nagyobb problémának bizonyul, hogy minden képzeletet felülmúló adócsalás folyik a vagyonadó és jövedelemadó bevallás körül. Az előírt határidőre az érdekeltek negyedrésze sem tett eleget kötelezettségének. Budapest 80 ezer szabadfoglalkozású lakója közül összesen 7 ezeren adtak be jövedelem többlet adó kimutatást. Az adóbevallás szerint, beleértve valamennyi nagykereskedőt, iparost és nagyjövedelmű ügyvédet, összesen 1000 olyan szabadfoglalkozású él Budapesten, aki havi 2000 forintnál többet keres. A bevallások 80%-a teljesen elfogadhatatlan. 1 millió forint értékű vagyont gyakran csak pár száz forintra értékelnek. A Nemzeti Segély Vándor Báb Színháza sorra felkeresi a gyárak napközi otthonait, a külvárosok iskoláit, sőt a lakóházakat is, hogy a gyermekek testi ellátás mellett haladó szellemi szórakozásban is részesüljenek. Láthatjuk, amint a jó kis Mariskától elveszi 50 fillérét a falu legrosszabb gyereke. Püstös Pista leleményesen visszaszerzi.
Nagyon tetszik a gyerekeknek a furcsa horgászás is, mert itt is jól megtréfálják a falu rosszát. Paraszt Péter és Munkás Jani összefognak a ravasz reakcióska ellen, és közös erővel legyőzik. Végül pedig megmutatkoznak az összes szép és csúnya babák, és a mögöttük őket mozgató művészek. Paraszt Péter, Munkás Jani, na meg reakcióska, összebarátkoznak a jó kis Mariskával. Ebből biztosan szép történet kerekedik. Úgy tűnik, a karikaturistáknak még hosszú évtizedekig nem kell a munkanélküliségtől rettegniük. A Nemzeti Szalomban rendezték meg az újságrajzolók második karikatúra kiállítását. A képkiállítást zsűrizés előzte meg, persze ezt is egymás közt intézték el. A zsűri tagjai tőlük megszokott komolysággal és szigorral ítélkeznek egymás felett. Az eredményes zsűrizés után munkához látnak, percserélik a ceruzát a kalapáccsal, most letaglózás helyett képeiket szegezik a falra. Fiatalok is felvonulnak, Vasvári Anna, Erdei és Kaján kitűnően megállják a helyüket a velük egykorú öregekkel. Eddig a rajzolók kritizáltak, most ítéljen a közönség. A karikatúra alapvetően egy kritikai műfaj, úgyhogy ezt sokan tudomásul vették a vezetőség körében is, tehát nagyobb teret engedtek a bírálatnak, és hát így úsztuk meg tulajdonképpen. De azt kell mondanom, hogy ezek mégsem voltak igazi karikatúrák. Nagyon óvatosnak kellett lennünk. Nem voltak írott szabályok, íratlan szabályok voltak, hogy minisztereket nem volt szabad lerajzolnunk, ha igen, néha valamilyen ünnepélyes alkalommal és méltóság teljes környezetbe és megfelelő ábrázattal, tehát nem az igazi karikatúra eszközeivel dolgoztunk. Volt egy nagy port kavart karikatúrája, amelyben az NSZK-s és az NDK-s vezetőket ábrázolja. Azt igen. El is hozta magával. Az például egy kifejezetten úgynevezett potrányos képe volt. Igen, igen. Ez a rajz elég drága mulatság volt, hogy úgy mondjam, mert be kellett zúzni a Ludas Matyinak a már kinyomott 4-500 ezer példányát. Hatalmas veszteség volt, mert diplomáciai szempontból ezt meg kellett tenni. Kifogásolta a kelet-német külügyminisztérium, mert ez az ügy a külügyminisztériumok között zajlott le, a szerkesztőségbe csak már a következménye került le. 1947-ben 4 játékfilm készül, a Mezei Proféta, a Valahol Európában, az Ének a búzamezőkről és a Könnyű múzsa. De ebből a 4-ből csak egy jut a mozivászonra, a Valahol Európában. A másik 3-at a cenzúra elkobozza, és a kópiákat elégeti. De hál' Istennek, ezek a filmek valahogy mégis megmaradtak nekünk. Sok húzavona után elhárultak az akadályok, és végre megindulhat a magyar filmgyártás. A Hunnia filmgyár csendes udvarát több száz gyermek lepi el, hogy a Radványi Géza filmrendező válogathasson közülük a Valahol Európában című mafirt filmhez. Az új film szereplői háború után bandába verődő kallógek, kiket a háború züllésre ítél, míg valaki meg nem szervezi és helyes útra nem vezeti őket. Csak 24 fiúra van szükség, ezért aztán nagy a tülekedés és az igyekezet, hogy kikerüljön be a szereplők közé. Minek ide lát? Azt mondják az isten. Mi bajotok vele?
Nem is volt válogatás, hanem a rendező vagy az ő kollégái elmentek szépen a dzsumbújba, és kiválasztották a gyerekeket? Nem, és... nem. Úgy emlékszem, hogy volt egy hirdetés, és akkor a Hunnia filmgyár udvarára összegyűjt legalább 1000 gyerek. És mit kellett csinálni? Én úgy kerültem oda, hogy az én testvérem, aznak volt filmes ismerettsége, és ismerte a Szirtes Laci bácsit, aki most a Szirtes Tamás Madár Színház igazgatójának a papája volt, ő volt a felvételvezető. És engem odavitt, és mondta, hogy akkor én is megyek az udvarba. És akkor, hát ez iszonyú, hogy néztem ki. Hát, lángvörös hajam volt, tele voltam szeplővel, őrületes, hogy néztem ki. Úgyhogy ha ez a film, ez mondjuk színes lett volna. Hát ez, úgy néztem ki, hogy egy ilyen, ismered amerikai ezeket a szőrös, szeplős, nagyvörös, hogy úgy néztem ki. És akkor a Radványi Géza bácsi így megfogta az arcomat, benézett a szemembe, így csinált, azt mondja, menjek oda. Ennyi volt. Hát én is kiválasztottam volna magamat egy ilyen pofával. De van is a filmben egy jelenet, amikor azt mondják, hogy a kis vörös jöjjön? Azt nem önnek mondják akkor? Hogy a kis vörös? A vörös, hogy szóban erről, hogy vörös, pedig hát a fekete-fehér mozi, és mégis. Na most ennek a mondatnak, ennek, hogy könyörgöm, akasztuk fel, ennek van egy története. Ugyanis nem tudom, emlékszel-e, hogy voltak különböző gyerekeknek a történetét, hogy hogy kerültek igen, oda. Igen, az elején. De most nekem is volt egy ilyen történetem, de aztán a forgatókönyv szerint meg is van, nekem megvan még a forgatókönyvem, a könyve. Benne is van, csak azt így kivágták, mert hosszú lett, hogy ez arról szólt, ez az én szerepem, hogy azért mondom, állandóan monománikusan, hogy akasszuk fel, mert a szüleit az ő saját szem előtt akasztották fel. És azóta mindenkit ő is fel akar akasztani. Hát mondjuk ezt nem jelenítette meg a film, nem is lett volna talán, de mögé lehet gondolni, hogy ezt tulajdonképpen miért mondja mindig ez a gyerek, hogy monománikusan, hogy azt. Tehát azóta már szállóigévé vált. Hát gondoltam, ezt akartam is kérdezni. Úgyhogy nekem is van egy listám. Én nem tudtam, hogy ez egy ilyen nagy film lesz, nem tudtam. Azt. Nem is szerettem, utáltam az egészet, mert állandóan kamera elé kellett menni, és mindig különböző arcokat kellett vágni. Nem beszélve arról, hogy volt egy ominózus pofon jelenet, nem tudom, emlékszel rá. Ez a pofon jelenet. Igen, hogy kimondta azt, hogy akasszuk, én is. Miért? Hát egy vízből. És akkor a próbák alatt az történt, hogy mindig kaptam egy pofont. És mondtam, hogy hát ez nekem nem jó. Igen. És akkor azt mondják, hogy most csak próba lesz, nem lesz pofon. És akkor nem lett próba, hanem felvétel, csak én ezt nem tudtam, és egy akkora pofont kaptam a Gábor Miklóstól, hogy azt az arcot, az egy teljesen életű arcot vágtam akkor, és az a kis nevetés, amit a Somlay Artúr a pofon után... Tényleg nevet utána. Az egy ilyen rögtönzött nevetés volt. Ki mondta, hogy akaszádok fel? Én. Te? Én. Miért? Világhírű lett a film. Igen. Úgyhogy Radványi Géza bácsi végigvitte világon az a filmet. És azt hiszem, hogy a Velencei Filmfesztiválon aztán nagy díjat nyert, Bánki Zsuzsa, aki gyönyörű volt, megkapta a női alakítás nagy díját, nem tudom, ezt tudod-e? Nem, ezt nem tudtam. Nem. És kapott a Paramount-tól egy szerződési ajánlatot, ami akkor, ebben az időben ez valamilyen fantasztikus nagy dolog volt. És képzelj, visszautasította. De gondolom, ez is valami felsőbb döntés lehetett. Nem. Nem? Nem. Nem. Ő egy nagyon nagy pártember volt, akkor az ő férje egy vagy később lett egy komoly funkcionális ember volt, aki később volt a Magyar Rádiónak az elnöke, akit aztán később a Rajk-ügyben lecsukták. Ezután is van egy pikáns története, ez nem elég szép, de ezt nem mondom el.
De és a Bánki Zsuzsa gyönyörű volt, és emlékszem arra a filmújságra, vagy színházi újságra, ahol a Paramount szerződését lenyomtatták, és az ő visszautasító levelét is, amelyben azt írta, hogy de ez mind nagyon szép, nagyon jó, de a tehetséget nem csípőbőséggel mérik. Lassan megérdemeljük, hogy megérkezzen a nyár, hiszen a tél kemény volt és kegyetlen. Erre tessék, milyen nyár következik? Gyilkolt a Kánikula. Két embert megölt a hőség, három megőrült. Csütörtökre a rekkenő forróság elérte tetőfokát, aki csak tehette, elmenekült a városból. Újból zsúfolásig megteltek a strandok, a fürdők, a nyári vendéglők. Ismét óriási forgalmat csináltak a fagylaltosok, és a drága sör hektószám fogyott. A 28 fokos hőség több áldozatot is szedett. A háború véget ért. Siófok már nem harci helyszínként szerepel a híradásokban, hanem mint népszerű szociális üdülőhely. Olcsó szálláshelyek várják a dolgozók tízezreit, akik hétvégi kirándulások során ismerhetik meg ennek a bársonyos Balatonpartnak a szépségeit. Viszont az idei divat lelle. Mindenki ide jön, aki számít. Szerencselovagok, színésznők, dizőzők, jazzzenészek és sznobok szállják meg a bűnös Balaton lellét. 1947-ben a keserédes szerelmes dalok foglalják el a slágerlista legelőkelőbb helyeit. Rögtön példa erre ötödik helyezettünk, Lantos Olivér és dala a Tisza virág a mi szerelmünk. Őt előzi a negyedik helyen Karádi Katalin és a Románc, most pedig Ákos Stefi nyári programjáról hallunk a harmadik helyen egy lágy slow foxot. Amit vettünk, röpült a kék tavon, téli szalámit ettünk, trikóban a napon, dudoltuk kedven új dalon. Ez volt a nyári programunk. Hadd mutassam be önöknek idei nyertes melódiánkat. Valami történt akkor este. Ezúttal Malcsiner Béla szerzeményét énekli Kapitány Anna. Ez az a dallam, amire legtöbben andalogtak 1947-ben. Maga a búcsító szerette, én álltam némán szótól. Ismert vendége volt az éjszaka a központi ügyeletnek. Tegnap délután a rendőrségen Vavas Zoltánné feljelentést tett Veje Horváth Jenő, az ismert slágerszerző ellen különböző kijelentései miatt. A detektívek egész délután keresték Horváth Jenőt, de csak este találták meg, meglehetősen illuminált állapotban. A kihallgatás alatt Horváth Jenő tagadta a terhére rót kijelentéseket. A nyomozás megindult, hogy tisztázzák a feljelentés körülményeit. A rendőrségen valószínűnek tartják, hogy csak a szokásos anyós vőháborúról van szó. Egy húsba vágó problémával foglalkoznunk kell, hiszen a háború néhány fontos iparágat teljesen a földbe döngölt. Az ostrom alatt a nyilvános zöld házikók is súlyos károkat szenvedtek, s erősen megcsappant a számuk. A 84 házikó közül egy sem maradt sértetlenül, 18 pedig teljesen megsemmisült. A főváros anyagi hozzájárulásával 59 zöld házikó már ismét üzemben van. Szükség lenne azonban a megsemmisült illemhelyek pótlására és a többiek helyreállítására. Ez viszont súlyos anyagi áldozattal jár. A bécsi városházán nagyszabású divatrevűt tartottak, melynek keretében bemutatták, hogyan kellene a hölgyeknek reggeltől estig öltözködnie. A hosszú szoknyák nem nőnek az égig, mondja Madame Gabi, a francia divatjósnő, és bejelenti az övkultuszt. A divatlátnok nő gazdag asszonyoknak jósol divatot, öltözködési tanácsokat osztogat, mély lélektani titkokat tár fel több ezer frankos honoráriumokért.
A szoknyák nem fognak megnőni, rövidek maradnak, még legalább 10 évig. Egyre simábbak és egyszerűbbek lesznek, de a kalapokról lekerül majd a fátyol a deréktájára. Az övek kultusza következik el, fontosabb lesz az öv, mint a harisnya vagy a kalap. Madame Gabi legmerészebb jóslatai a fürdőruhákra és az estélyi ruhákra vonatkoznak. A fürdőruhák és estélyi ruhák most szerepet cserélnek, mondotta titokzatosan látnoki mélységgel. Hölgyeim, jól őrizzenek meg minden ócska fürdőruhát és trikót, és ne fejtsenek szét semmit, mert a jövő méhe új feladatot rejt számunkra. A Női Ruhaiparosok Országos Szabadszervezete nagy sikerű divatbemutatót rendezett. Íme egy bunda Schmidek Szűcstől. Kulikabátos ruha Soltésznő szalonjából. Havas László kreációja. Modellek a Bella szalomból. Ági szalon szövetruhája a divatos kalapokat Tolnai szállította. Szirmai Györgynél kötött csíkos ruhája Bata cégnél. Kata trikotás, kézikötés. Sötétkék ruha Nagel szalon kreációja. Ruhák Klempáltól. Rothschild Klára modelljei. Frank Irma kalap, a divatos cipők kaposvári modelljei. A szebbnél szebb ruhakreációk láttán megállapíthatjuk, hogy női ruházati iparunk már világviszonylatban is számottevő tényező. Sajnos sok dolgozó nő számára egyenlőre mindez még elérhetetlen. 40 varrónő volt, és 20 férfi volt, férfi szabászok, akik az angol csinálták. Fent volt az emeleten a férfi műhely, az angol részleg, az azt jelenti, hogy kosztümök, kabátok, ez az angol, és a francia az, hogy ruhák és egy könnyebb kivitelezésű dolgok, ez lent bent a földszinten, hátul keresztül kellett menni az udvaron, és egy hatalmas műhely volt. És akkor miután ugye felvállaltuk a dolgokat, hát azokat ki kellett szabni a megfelelő anyagból, és le kellett próbálni. Hát nekem a szabás az ragyogóan ment, de a próbák azok nem voltak még profi. És akkor állt a Klári a függöny mögött, és akkor mutogatta, hogy hol nem jó. És akkor hordítozott velem, mert a raktáros kiadott egy fémcipzát egy fekete ruhába. Tehát mondom, Klárika, nem lehetett Klári nénnek szólítani, bár nekem arra járt a szem. Klárika, hát a raktáros adta ki, nem én, azt mondta, te felelsz érte, és ment előttem, és kopogott, és kiabált, és minden. De mi volt a baj a fémcipzárral? Hát egy fekete ruhába, egy haute couture szalomba nem teszünk egy fémcipzárat. Ja, értem. Még ezelőtt 40 évvel sem, hanem egy fekete cipzárat, ami nem csillan ki a fém. Hát ezek borzasztó fontosak voltak. Minden részlet nagyon fontos volt, és az volt a gyönyörű, hogy a 180 ruhá bemutatásakor, minden évben kétszer volt a Gundelben, ő ordítozott lent a nézőközönség sorában, hogy nem azt a gombot vartátok rá, a hétszentségit, amelyiket mondta, meg ha nem azt a cipőt adták rá, vagy nem azt a táskát adták hozzá, akkor ez volt a Klárinak a show műsora. A hölgyek a dolgozó nők kivételével immár csinos ruhákban illegnek, a hajuk viszont kissé gondozatlan. A felszabadulás után első ízben tartották meg a hagyományos fodrászversenyt. A Gellért szállóban lezajlott női fodrászversenyt egy olyan incidens zavarta meg, amely még most is élénk beszéd téma a budapesti fodrászok körében. Az incidens középpontjában az egyik Szent István városi fodrászszalon tulajdonos nője állt, akinek frizuráját a zsűri szabálytalannak nyilvánította, illetve az egyik zsűri tag kifogást emelt a versenyző ellen.
Sajnos, asszonyom, önt kizárjuk a versenyből, a modell haja csillámporral van teleszórva. Egyetlen versenyszabályunk pedig, minden dísz nélkül, kérem, álljon félre, mondotta határozott hangon a szigorú zsűritag. De hogy állok félre, ez a fej egy remek mű. Ezután rövid, de parázs vita keletkezett. A fodrász hölgy végül, hogy szavainak nyomatékot adjon, bal kezével kisé messzebb tolva az egyik búrát helyet csinált, majd hatalmas lendülettel nagy pofont mért a zsűritag izgalomtól már amúgy is piros arcára. A csattanó pofony zajára két táborra oszlott a nemzetközi fodrászok eddig fegyelmezett társadalma. A csillámpor dísz? A csillámpor nem dísz! Kiáltással igyekeztek egymást meggyőzni, és fésűk, kefék, ondoláló vasak, ollók és már-már búrák is a levegőbe emelkedtek, amikor a zsűri elnöke felhangon döntést hozott. Ez pedig dísz, méghozzá úgynevezett revű dísz, nincs helye a versenyzők között. Szavait nem fejezhette be, mert az eddig csendes modell, akinek feje ilyen mértékben felizgatta a szakma kiválóságait, felállt, megrázta csillámporos hajkoronáját és a keze ügyébe eső ondoláló vassal két hatalmas ütést helyezett el a zsűri elnökének fején. Laci bácsi. Igen. Erről a bizonyos fodrászversenyről beszélgessünk már, mert azt olvastam, hogy volt egy fodrászverseny 1947-ben, igen, ami hatalmas botrányba fulladt. Mindenki verekedett mindenkivel, ja, bizonyos hajdísz miatt, ami nem volt dísz. Dísz volt? Na, az történt, hogy az tényleg, hát ugye, ahogy szájról szára kelt, ez én voltam éppen ennek az esetnek a résztvevő. Az történt, hogy a ketten indultunk, a Molnár Józsi meg én egy ilyen nemzetközi versenyen. És az történt, hogy az utolsó számnál azt akarták, hogy a szakszereti Müller Aurél nevezeti fodrász nyerje meg a versenyt, és kitalálták, hogy diszkvalifikálnak minket azért, mert csillámport használtuk. De miért nem szabadott csillámport használni? De hát ezt mindig lehetett, csak nem tudtak mibe belekötni. Na most azt mondtuk, hogy jó, rendben van, elfogadjuk, de mondják be a végén, hogy mi nyertük meg, én első, Molnár második, de mivel csillámport használtunk vissza. Hát ezt nem merték, azt megígérték, de nem merték a végén vállalni, mert abban gyakran botrány lett volna a közönség részéről, mert ilyen nincs, ugye, hogy nem lehet csillámpor. Tehát vagy első valaki, vagy nem első valaki, de... Igen, de csillámpor miatt nem lehet diszkvalifikálni. Na, jó. Jön az eredményhirdetés, nem mondták be. A feleségem meg oda ment, olyan kis hirtelen kevasszonyka volt, oda ment, és a kövesnek hívták, aki levezette konferenciát. A konferenciát. És oda ment, és a nyakkendőjét elkezdte rángatni neki. Erre egy fiatal, oda ment egy fiatal ember, és amikor a feleségemet elkezdte. Hát ugye azt nem hagyom, hogy a nejemet. Oda mentem, és megütöttem így a vállát a fiatal. Akkor befordult elém, és álomvágtam őt. Én boxolni tanultam, mert tudtam, hogy kell csinálni. Elterült, kiesett a revolver a belső zsebéből. Revolver? Revolver, igen. Hát egy ilyen titkos szolgálatra volt ottan berendelve. Hárman voltak a végén kisült. Kiesett a revolvert, a Tóth Pál Pista, az egyik barátom, az meg fölkapta, berohant a WC-be és bedobta a WC tartályba a revolvert. Ugye? Engem persze megfogtak és bevittek egy ilyen öltözőbe, ott a Gellért szállóba volt ez, ugye? Na most nemzetközi verseny, itt voltak a románok is, egy miniszter hozta a román csapatot. És egy hét előbb jöttek azért, hogy elhozták hozzám, hogy egy kicsit segítsek a versenyzőknek, amit meg is tettem. És ez mikor látta, hogy milyen botrán van, és engem bevisznek, azt mondta, olyan nemzetközi botrán csinál ebből, ha a tárnokid azonnal nem engedi ki. És ennek köszönhetem aztán ennek a román miniszternek, hogy kiengedtek, mert másképpen bevittek volna, engem úgy megvertek volna benne az őrszobában, hogy nagyon. Na hát így lett, így történt ez az eset. Ugye? A hír arról szól, hogy ilyen sütővasak, fésük, hajkefék, hajszárítók röpködtek a levegőben. Na ezeket, amiket hozzátettek már. Ugye? Hát ott nagyon sok kollega volt, hát látták, mi történt. Ugye, de mint ahogy mindennek
ugye kicsikét kitolják ezzel, azzal hozzátesznek, ugye. Már repüttek a sütővasak, meg ezek, azok pedig nem volt ilyesmi. Hazánk egyik legnépszerűbb sportja, kihinné ezt ma már, a pankráció. Az új pankrációs csillag, a rettenetes erejű állarcos, Radu Lukáccsal vív grandiózus küzdelmet a sportcsarnokban. Az állarcos birkózó egyébként eddig 3 ellenfelét készítette ki, és most kihívta Krisztofot, a francia Herkulest is. Nemzeti sportcsarnokban folynak a nemzetközi pankrációs viadalok. Mérkőzéseken kínai, francia, spanyol és magyar bajnokok vesznek részt. Maradjunk még a sportnál. A rendőrség megindítja a harcot a póker csaták hősei ellen. Hihetetlen mértékben elszaporodott a fővárosban a játékszenvedély. A rendőrségre az utóbbi időkben a feljelentések tömege érkezett, lakásokban megbúvó kártyaklubok ellen. Természetesen sok feljelentés alaptalan vádakat tartalmazott, de bizony sok igazat mondott. A detektívek egymás után lepték meg ezeket a kártyaklubokat. Az ott találtakat első esetben csak nyilvántartásba vették, és csak a megrögzött kártyásokat állították elő. A rendőrség véleménye szerint a legerélyesebben és a legsürgősebben véget kell vetni a Budapesten tomboló játékszenvedélynek. A detektívek rövidesen razziákat fognak tartani a titkos kártyaklubok és hazárdjátékosok ellen. Lassan műsorunk végéhez közeledünk. Következzék egy vérfagyasztó kis színes. Csóktól vaj garázdálkodik éjszakánként az opera körül. A 6. kerületi fantomvadász területe ismeretlen okoknál fogva a Hajós, Révai és Dalszínház utca, de néha a Paulai Ede utca is, ahol a fal mellett lapulva les áldozataira, főleg magányos nőkre. Pár duc ugrással veti magát a zsákványára, izmos karokkal átöleli a megrémült hölgyeket, cuppanós csókot csókol az arcukra vagy a szájukra, hogy utána egy újabb hatalmas ugrással eltűnjön a sötétben. A károsult hölgyek szerint, ha szabad így kifejezni magunkat, az opera fantomia nem visel bajuszt, az arca sima. Amiből talán arra is lehet következtetni, hogy esti kirándulásai előtt frissen borotválkozik, valamint, hogy az áldozatul esett hölgyek csók közben nem vesztették el teljesen lélek jelenlétüket. Lehet, talán rövidesen elfogják az ismeretlen csók szatírt. Fogas kérdés azonban, mi történik vele, ha rendőr kézre? Műsorunk végére érve meg kell emlékeznünk az 1947-es választásról, amelyet az MKP nyert meg. Most Rodolfo, a világhírű bűvész fogja önöket szórakoztatni. Hölgyeim és uraim, állandóan figyeljenek a kezemre, mert csalok. Az eredeti nagyságú kártya ekkora. A többi kártyát megmagnetizálom, egy kicsikét összébb nyomom, és a kártyák már is kisebbek lettek. Állandóan jól a kezemre figyelni, mert folyton csalok. Itt összébb csukom a kártyákat, kicsikét összébb nyomom, és a kártyák még kisebbek. Mindig csak a kezemet figyelni, most már a kártyák egész picikét, egy kicsikét így összecsukom a kártyákat, a bottal egy kört csinálok, voilà. A következő mutatványhoz a bűvészbotra nincs szükségem. Itt van egy pohár és egy sejemkendő. A kendőt belejezem ide a pohárba, és egy másik kendővel az egészet betakarom. Hölgyeim és uraim, most már nem fogok beszélni, mert önök saját maguktól is látják, hogy itt mi történik. Találkozunk 1949-ben.